A következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Delik Inga vagyok. Nézzük, mit kínálunk mai műsorunkban. A muslincák szobrot emelnek Lányi Péternek. A határon túlról is jöttek diákok a földrajzversenyre. Ismerjék meg az íjászt, aki a zászlóért harcol. The Dark Side címmel nyílt kiállítás a Cirok Robertnek. Ha nincs Lányi Péter, akkor ma nem lenne muslinca kórus. Ezért az összetartó baráti közösség arra az elhatározásra jutott, hogy nem csak koncertek formájában emlékeznek meg minden évben egykori szeretett vezetőjükről, hanem egy szobrot is emelnek a tiszteletére. A szobor elkészítésére Fusz György szobrász kérték fel. Így jár, jó barátom, néked ezt kívánom, megint már még torkos kutya, pénteken és szombaton is, kis széken is, nagy széken is. A Cinege népdal éneklési verseny következő fordulójára próbálnak a muslinca kórus tagjai. De másik apropója is van a jókedvű dalolásnak. Erről mesélt Rács Róbert kórusvezető, aki Lányi Péter halála óta látja el a csoport vezetésével járó feladatokat. Van a kórusnak egy különleges másik felkérése is. A szekszárdi Blues Travel Band ötlete alapján és a Művődési Ház igazgató ötletének, illetve felvetése, Berlinger Attila felvetése alapján a kórus megkérdezése után úgy tűnik, hogy mindenki vevő volt az ötletre, hogy ilyen rendhagyó módon ugye mi alapvetően bordal kórus vagyunk, és lesz egy ilyen közös koprodukció, Rosé Blues című szerzeménybe fogunk részt venni, ha minden igaz, lesz egy ilyen videoklip, és erre is készülünk jelen pillanatban. Lányi Péter távozása nagy űrt hagyott nem csak a kórus, hanem a város életében is. Az, hogy a Dalárda Péter halála után tovább él, az maga egy csoda, tette hozzá Rács Róbert. Hál' Istennek a Péternek is ez volt a felkonfia fellépésekor, meg most is ugye szlogenünké vált az ő mondata, hogy ugye a hangunk szárnyaló, de a torkunk se kutya. Na most azért a bor szeretette azért egybe tartja a társaságot, tehát mi összejárunk egyébként is, kóstolgatjuk egymás borait, és tehát ez alapvetően azért egy vezérfonal a dologba, és hát jól érezzük magunkat, és szeretünk együtt énekelni. A megyében nagyon sok helyre hívnak bennünket, de jellemzően most már például 3 éve is részt veszünk a Budapesten az Újpesti Borfesztiválon. Szekszárdi születi napoknak rendszeres résztvevői vagyunk. Tagja bárki lehet a kódusnak, ha a következő kritériumoknak megfelel. Hát aki be tud illeszkedni, és a mi kritérium elvárásainknak megfelel, de igaziból különösebb így nincsen. Tehát ha valaki szereti a jó társaságot, a jó borokat, és jó kedvű, jó szeret énekelni, akkor tártkarokkal várjuk a kórusba. Lányi Péter távozásával volt egy radikális csökkenés, létszámcsökkenés a kórusba, és mindenféle fórumon próbáltunk tagokat szervezni, tehát Facebookon is például, és azért volt egy ilyen 10-15 új fő, aki bejött, amiből azt mondhatjuk, hogy egy 7-8 megmaradt. Tehát elég sokan. A jelenlegi 20 fős létszám, 20-25 fős kórus létszámhoz képest. A kórus vezetősége és tagjai Lányi Péter halálának első évfordulóján vetették fel az ötletet, hogy ne csak koncerttel emlékezzenek meg rá, hanem alkossanak is valami kézzelfogható emléket a számára. Először a síremléket szerettünk volna a temetőbe, a családi sírbolt helyén viszonylag jeltelen helyen pihen jelen pillanatban Péter, és utána kinőtt ebből egy olyan gondolat, hogy állítsunk neki egy emlékművet. És ez a dolog jelen pillanatban ott tart, hogy ugye
Nem olyan régen volt a Lányi Péter halálának 5. évfordulója alkalmából megrendezett emlékest a művészetek házában, és ott ezt a szórólapot mindenkinek a kezébe adtuk, és arról van szó, hogy Péternek egy emlékművet szeretnénk állítani a városban, a Liszt téren, a Zöld Városok projekt keretében, ugye az egész belváros felújításra kerül, és ott felállítanánk mi egy emlékművet. A szobor elkészítésére Fuss György szobrászművészt kértek fel a kórus tagjai. Az idő halad, és hát már sajnos ugye 5 éve, hogy meghalt Péter, és hát egyre, hát hogy mondjam, sürgetőbb, ha így vesszük, hogy ne merüljön feledésbe, mert nem is fog ő szerintem, mert azért egy olyan emblematikus alakja Szekszárdnak, hogy mindenképpen fontosnak érezi az Egyesület. Ugye egy alapítványt hoztak létre, hoztunk létre, mert én is még korábban, mint Muslinca tag, ugye nagyon élő bennem is az összes próbák, a fellépések, azt gondolom, hogy nagyon, nagyon fontos emlékek, és hát bennem azért nem feltétlenül csak a Muslinca időszak, hanem mint zenemű, zongoraművész, mint tényleg egy olyan fontos alakja a városnak, azt gondolom, a zenei területen, és hát másik területen is, hogy őt úgy gondoltam, hogy ha már van egy ilyen kezdeményezés, és mondjuk én ilyen kötődésem van, akkor talán meg tudok egy olyan emlékművet fogalmazni, amiben azt gondolom, hogy benne van, minden alakja benne van. Végleges megoldás még nem született meg arra, hol álljon majd a szobor, hiszen a tér is átépítés előtt áll, de az ötletek megvannak, és rövidesen megszületik az elhelyezésről is a végleges döntés. Ugyan nem igazából hoztam ezt még, vagy mondogattam mindig, de bennem azért az a három zongoraművész él itt, a Tész Laci, Husek Lezső bácsi, meg ő, akik azért így együtt egy olyan fontos minden Szekszárdnak itt a zenei területen, amiben valahogy úgy ebbe a kis emlékműben ők is benne vannak nekem is. És hát semmiképpen nem arról szólt, hogy itt egy figurális dolgot kell létrehozni, vagyis egy ilyen portrészerűséget, hanem valami kicsit elvontabb valahol a zongorára utaló elemekkel szeretnék létrehozni egy ilyen visszafogottabb, de mégiscsak rá jellemző munkát. A kő megvan, a feladat az, hogy haza kell szállítani, mondja Fuss György. Akkor azonnal munkához tudnék látni. Ha az anyagiak tekintetében és a hely kiválasztásának ügyében is előre tud haladni az ügy, a Muslinca kórus nagy terve Lányi Péter szobráról az ősz folyamán megvalósulhatna. Lezárult a 28. Kárpát-medencei Kőrösi Csoma Sándor földrajzverseny, aminek idén is a Szekszárdi Garai János Gimnázium adott helyet. A megmérettetésre a határon túlról, Erdélyből, Felvidékről és Kárpátaljáról is érkeztek diákok. A versenyzők Svédország és Finnország geográfiájából mérték össze a tudásukat. A Szekszárdi Garai János Gimnázium 28. alkalommal adott helyet a Kőrösi Csoma Sándor Kárpát-medencei földrajzversenynek. A megmérettetés egyfajta diák találkozó is egyben, cél, hogy minél több helyről érkezzenek diákok, beleértve a határon túli településeket is. Idén Kassáról, Nagyberegből és Kolozsvárról jöttek tanulók, a szervezők változatos, izgalmas feladatokkal várták a versenyzőket, akik Svédország és Finnország geográfiájából mérték össze tudásukat. Írásbeli fordulókkal fog kezdődni a mai nap, majd pedig az írásbeli fordulók után pedig el fog dőlni az első 7 helyezett sorsa, és utána a 8-tól 20. helyezett egy úgynevezett szétlövés, mi csak így hívjuk, szétlövésben vetélkedhet még a 8. helyért, ugyanis 8 fő jut a döntők döntőjébe majd délután, és
ott pedig már javarészt szóbeli feladatok lesznek, illetve tippelés, pontrablási lehetőségek, tehát az idegenvezetés az talán egyetlen egy hasonló jellegű földrajzversenyen sincs idegenvezetés. Ez úgy néz ki, hogy előre kiadunk a 8 versenyzőnek 8 témát. Természetesen mind a 8-ból fel kell készüljenek, mert ugye sorsolással dől el, hogy melyik képzeletbeli útvonalat kell virtuálisan bejárni, és mint egy idegen vezető tájékoztatni, hogy az adott útvonalon milyen érdekességek, látványosságok, természetesen elsősorban földrajzi különlegességek vannak. És ez alapján dől el a végső sorrend. Tavaly ősszel Nagy-Britannia volt a téma, idén viszont az északi országok földrajza szerepelt a feladatok között. A diákok körében népszerű feladatnak bizonyult a virtuális idegenvezetés, amikor előre megadott útvonalon kellett egy képzeletbeli turista csoportot végig kalauzolni. Itt a versenyzők számot adhattak arról, mennyire ismerik az útba ejtett vidékek természet és gazdaság földrajzi jellegzetességeit és egyéb turisztikai érdekességeit. A forgatókönyv, a feladatok felépítése az azért évről évre már jól bejáratott metódus szerint működik, hiszen a zsűri elnöke, aki egyben az első forduló feladatlapjait összeállítja, a döntő feladatait összeállítja, és le is vezényli a döntőt, dr. Gyurica László Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara Földrajzi Intézete turizmus tanszékének a docense, most már 20 éve ő a szakmai partnerünk, és ő rábízzuk a feladatok összeállítását és minden tartalmi kérdést, úgyhogy nagy felelősség van a vállán. Minden diák elismerő oklevélben részesült, illetve ajándékcsomagokkal is jutalmazzák a szervezők a megmérettetésben előkelő helyezést elért versenyzőket. A legnagyobb, de fizikailag a legkisebb csomagot a győztes kapja, ugyanis csak egy utazási bont fog kapni. Terveink szerint egy 150 ezer forintos külföldi utazásra jogosító bont, amit az idei év során valamikor fel tud használni. Ezt a Gyurica tanár úrral tudja egyeztetni, egy meghatározott utazási irodán keresztül kiválaszthatja. Ezek mind földrajzos szakmai utak, tehát nem ilyen klasszikus nyaralós turista utazások ezek, hanem földrajzos tartalommal megtöltöttek. Az első helyezettnek járó díjat Ambarus Egyed András kapta, aki Kolozsvárról érkezett, tavaly már részt vett a versenyen, akkor harmadik lett. A Kultúra lovagja címet a falvak kultúrájáért alapítvány a kultúra különböző területein példaértékűen huzamos ideje tevékenykedők elismerésére hívta életre. Alexandra Mane az íjás sportákban elért eredményeivel, 10 éves szakmai munkájával hívta fel magára a figyelmet, elsősorban ezért díjazták. Sokak számára talán nem ismeretlen Alexandra Mane a neve. Nevéhez fűződik a Tolnai Tájak Íjász Egyesület megalapítása, mai napig aktívan részt vesz többek között a Bárka Művészeti Szalon életében, és ő az, aki megálmodta a Taplós Nomádia, Gemenc Rejtett Kincse fotókiállítás sorozatot, illetve 2021 nyarán Szekszárdra hozta az Íjász Európa és Világbajnokságot. Idén januárban az a megtiszteltetés érte, hogy Budapesten a Stefánia Palotában átvette a Kultúra Lovagja címet. Ennek apropójából beszélgettünk vele. A Magyar Kultúra Lovagja díj egy nagyon nagy meglepetés volt számomra, mert én egyáltalán nem számítottam rá. És amikor fölhívtak, hogy jelölve vagyok erre a díjra, hát ez már óriási dolog volt számomra, és meglepetés. És 146 jelölt közé kerültem be, ahol legvégül 24 maradhatott bent, akiket végül lovaggá ütöttek, és én abba is bekerültem. Tehát egy tényleg egy óriási meglepetés volt, egyáltalán nem számítottam rá, és az ember, amikor tesz valamit, ugye nem ezért a dolgokért tesz, nem is gondol erre. De nagyon jó érzés tudni azt, hogy vannak más emberek is, akik így cselekszenek, és fontosak számukra az értékek, és mindentől függetlenül tesznek ezért.
És egy ilyen közösséghez tartozni, ahol ezt értékelik és értékeljük egymás munkáját, szerintem elmotiváló. A Kultúra Lovagja díjat a Falvak Kultúrájáért Alapítvány a kultúra különböző területei lovagiasan huzamos ideje tevékenykedők elismerésére hívta életre. Alexet Vörös Ákos a lovagrend alapító tagja jelölte a megtisztelő címre a 2021 nyarán színvonalasan megrendezett IJASZ Európa és Világbajnokság miatt. Nem tudta elképzelni ilyen szabású rendezvény, hogy került ide, miért nem valahol Budapest, vagy annak a környékén van. És eljött a családjával megnézni ezt a rendezvényt, akik egyébként nagyon sokan jöttek el megnézni az ország különböző városába településéről, és hát ő is így tett, és ott akkor beszélgettünk, hogy került ide ez a világbajnokság, és hány versenyző van az ország, vagy a világból is, hogy mennyi sok IJASZ jött el. Annak ellenére, hogy pandémiás helyzet volt, közel 550 versenyző vett részt a versenyen, és jöttek ugye családtagjai, kísérőik, sportvezetők, úgyhogy gyakorlatilag itt több mint 5000 vendég éjszakát sikerült idehozni Szekszárdra ezzel a rendezvényel, ami nagyon nagy dolog, mert Szekszárd azért azt tudni kell, nincs rajta a turisztikai térképen. Nyilván, hogyha nincs a pandémia, itt azért legalább duplányi versenyzővel számoltunk volna, vagy számolhattunk volna. 2019-re volt egyébként kiírva ez a verseny, az IJASZ világbajnokság, és akkor a Nemzetközi Szövetség úgy döntött, hogy ezt a rendezvényt eltörlik. És akkor sikerült úgy egyeztetni a Magyar IJASZ Szövetség vezetésével és a Nemzetközi IJASZ Szövetség vezetésével, hogy ez a rendezvény nem maradjon el, hanem próbáljuk meg akkor 2021-ben megrendezni. 2021-ben Európa bajnokságot rendezett volna Szlovénia. És akkor a deal az volt, hogy Szlovénia adja át a lehetőséget nekünk, hogy az EB-t és a VB-t 21-ben rendezzük meg, hiszen ezek a világversenyek két évente váltják egymást. És 22-ben akkor rendezik ők a soron következő VB-t, és mi az EB-t és VB-t egyben megrendezzük. És akkor így lett igazából 2021-ben Szekszárd egy IJASZ Európa és Világbajnokság otthona. Az IJASZ-at sokáig csak áhított álom volt számára, mivel gyerekkorában súlyos asztmával küzdött, a sportolás lehetősége ki volt zárva az életéből. Később mégis úgy hozta a sors, hogy valóra válhatott az álom, amire kiskorában annyira vágyott. Az 1980-as olimpiát láttam a tévében, és ott láttam az IJASZ-okat, és én akkor mondtam a szüleimnek, hogy én IJASZ akarok lenni. Hát ez lehetetlen volt, mert még iskolába se tudtam rendesen járni, mert évente 6 hetet mindig szanatóriumban kellett töltenem egy kis északi tengeri kis szigeten, és kórházban voltam, oxigén sátorban, tehát tényleg örültek, ha egyetlen iskolába tudok járni, nem, hogy mellette még sportoljak is valamit. Viszont nagyon érdekes az, hogy ott azon a szanatórium szigeten, Amrum a neve ennek a kis szigetnek, ahogy csak ilyen asztmás beteg gyerekekkel foglalkoztak. Tehát az volt a célod, hogy ne gyógyszert kelljen szednünk, hanem tudjuk uralni ezt a helyzetet, és egy légzésterápiát, és gyakorlatilag, hogy hogyan tudunk uralkodni saját magunkon, és felülkerekedni egy ilyen rohamon. És ami nagyon érdekes, hogy ez a légzésterápia, ez az egész, amit ott tanítottak nekünk, ez az IJASZ-ot alapja. Tehát ez azért nagyon érdekes, hogy lehet, hogy jót tett volna nekem az IJASZ-at, de aztán testközelből az IJASZ-attal itt Szekszárdon találkoztam 2008-ban. Akkor már megszülettek a lányok, és nagyon eluralkodott újra rajtam az aszmám. Tehát nagyon
súlyos gyógyszereket kellett szednem, mert Magyarországon ezeket a légzésterápiákat, meg ezt még nem tanítják. És de nem is tudtam bele mit kezdeni, tehát tényleg súlyos volt az állapotom. És akkor kezdtem el ijászkodni, amivel sikerült teljesen tünetmentessé tenni magam ismét, gyógyszerek nélkül, és a mai napig így vagyok. Az ijászatban az ember mind a két agyféltekét egyformán használja, hiszen a finom motorikától kezdve ugye a nagy izmok használatáig mindenre szükség van, és akkor még nem beszéltünk a célállításról, a célzás fázisáról, és a kilövés pillanatáról. És az ijászat nagyon jól megmutatja azt, hogy persze a cél is fontos, de az út a célig a sokkal fontosabb. Miután kivált az Aliszka Nyilai Íjász Egyesületből, sokan követték, és így alakult meg a Tolnai Tájak Íjász Egyesület. A csapattal nem csak a helyi íjász életet rázták fel, hanem nívós versenyeket is szerveztek Szekszárdra. Az egyesületet is azért is alapítottam, meg ezzel a világbajnoksággal is azért is foglalkoztam, és soha nem értettem, hogy Magyarországon ez miért nem a nemzet sportja. Tehát olyan kultúránk van róla, akkor a sztori, ez az egész magyarság, hogy ez miért nincs méltón kezelve, ezt nem értettem soha, és én úgy gondoltam, hogy ezekkel a versenyrendezésekkel és az egyesületen keresztül lehet ezért tenni. És hát a díjra ezért is jelöltek egyébként. Az íjászat mellett a helyi értékek egy értéken rendezvény megálmodója és szervezőjeként szívügyének érzett Szekszárdot felhelyezze a turisztikai térképre. Kulturális tevékenysége sem elhanyagolható. A Taprós Nomádia Gemenc rejtett kincse fotókiállítás sorozat létrehozójaként a helyi természeti értékeket mutatja be fényképeken keresztül. Fotóiból, festményeiből, illetve pasztelképeiből rendszeresen szervez kiállítást. The Dark Side címen nyílt kiállítás a Czirok Róbertnek a Babits Mihály Kulturális Központban. A tárlat a csillagok világába invitálja a látogatókat, ugyanis a népszerű Star Wars filmsorozat jól ismert szereplőit, jelenetét láthatják a falakon. A kávé és a képzőművészet szerelmeseinek kedves Czirok Róbert kiállítása a Babits Mihály Kulturális Központban. A Dark Side című tárlat csillagok háborúja tematikájú alkotásokat vonultat fel, amelyek különleges, sötét pörkölésű kávéval készültek. Az alkotó azt mondja, nem véletlen a témaválasztás, ugyanis számára gyerekkori emlékeket idéz elő. Ezért a karakterek is a trilógia, illetve a hármas trilógia első részeinek a karakterei. Tehát ezek szép emlékeket idéznek bennem. Többek között az általános iskolában nagyon sok csillagok háborújás karaktert rajzolgattunk mindenki több-kevesebb sikerrel. De pont ezt szoktam mondani, hogyha álmomból felkeltenének, akkor egy Darth Vader-t még mindig le tudnék skiccelni. Persze nem ilyen részletességgel, mint ahogy ugye ezek a képek fotó alapján készültek, nem ilyen részletességgel, de még mindig élénken bennem vannak azok a vonalak. Az egyik kis, az R2D2 kis robotot meg is hagytam ilyen skicces, vázatos formában pont emiatt, hogy tudjak róla beszélni, vagy meg tudjam mutatni, hogy ezt annak idején körzővel és vonalzóval szerkezgettük ki, vagy én legalábbis.
Cidok Róbertet Vinorel borfestményeiről és Zaczárt Fantázia nevű kávé festményeiről már jól ismerhetik. A Márk Várdonyi barátomnál kiömlött a papírra, és akkor elkezdtem vele kísérletezgetni. Miután ez beállt, ugye ez 6-8-10 éve már, utána pedig valahogy felvetődött a dolog, vagy talán szembe jött velem az interneten, hogy igen, hogy volt egy srác, aki Marvel képregényeket és figurákat festeget kávéval. És akkor gondoltam, hogy hát ez a kávé festmény amúgy, ez miért lehetne portrékat. És akkor jött a Tóth Sanyi, aki becsatlakozott ebbe, hogy na majd ő készít olyan kávét, amivel frankon, tehát egy olyan speciális pörkölésű és töménységű kávét, amivel frankon meg lehet ezt valósítani. Az első portré, amit festettem, ő pont a Sanyi volt. Sanyit festettem meg a születésnapjára kávéval, a saját kávéjával. Az alkotások klasszikus akvarell technikával készülnek. Most már nem esem abba a hibába, hogy a kép megfestése pár óra, 4-5 óra. Így csak mindig elfelejtem mondani, csak ezt előtte meg kell rajzolni. Tehát ezt előtte ki kell rajzolja. Mondjuk a 14 kép megfestés és megrajzolás az egy ilyen 2 hónapos munka volt körülbelül, de másfél biztos. A rajzolás az hosszabb idő, ami ugye a képeken nem nagyon látszik, mert utána vagy kiradírozom, vagy pedig törekszem arra, hogy eltűnjenek a segédvonalak, és egyéb ilyen trükkök is vannak benne. Hát szóval most így konkrétan nem tudom, de maga a festése 4-5 óra legalább, és utána még mindig visszanézem, miután megszáradt, és akkor javítgatom. Hosszas, de nem egy olajfestmény méretű, vagyis nem egy olajfestmény úgy a technikából adódóan. Itt, ha megszárad a papíron a kávé, akkor utána már elég nehéz bizonyos effekteket létrehozni újból. A kiállítás, mely a Star Wars klasszikus sorozatának szereplőit sorakoztatja fel, március 30-áig tekinthető meg a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta galériájában. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!